Következő videót én is azt meg ezt tettem. No. Sziasztok! A mai videóban kicsit komolyra fogom a figurát, és tudom, hogy meglettéteket, hogy én ilyet is tudok. Mert megnézem, hogy ez mikori. Jézusom! 5 éves videó. Már annyira megy a komoly beszéd. Megpróbálok valami értelmesen is kommunikálni veletek. Ez az iskola és az emberi viszonyok Felvidéken. Jó. Nézzük meg. Nézzünk bele. Én azt mondom, nem kell teljesen, csak nézzünk bele. Nekem ebben nagy reményeim vannak, hogy ő tényleg Szlovákiában él. Szerintem igen, mert iskola Felvidéken. Igen. Amúgy ez egy nagy kérdés, de hogy a Felvidék az helyesírásilag nem nagy F? Mert annak a neve nem, tehát hogy... És amikor tulajdonnév, akkor nagy. Hát igen. De hogyha sértő megjegyzésként használod, akkor gondolom lehet kicsi is. Viszont amúgy a szlovákiai magyarok, a magyarok meg kicsi, mert igen. Az a magyar nyelvben ugye a nemzeteknek a nevei azok kicsik. Hát igen. Akkor itt megcseréltük, jó. Úgy tűnik, nem tudjuk a helyes írást. Nem, úgy tűnik, hogy hogyha iskola Felvidéken, gondolom, hogy felvidéki suliba jár, akkor nem a legjobb a magyar tanóra. Hát igen, ez. Ezt leszűrtük. Mehetünk tovább. És ezért a komment miatt beszélni fogok erről is. Hogy milyen az iskola ideát Szlovákiában, mert igen, én szlovákiai vagyok, szlovákiai származású. Na, leszűrtük, hogy most már tutira. Igen. Felvidéki a csajszik. Bebizonyítottuk. És itt élek a Felvidéken, és ezért lehet fura némelyikötöknek, hogy magyarul beszélek, már amennyire tudok magyarul. De a mai nap nem csak az iskoláról fogok beszélni. Ez most egy kicsit lenéző szó volt. Felénk a felvidékiek számára, nem, hogy amennyire tudok magyarul. Miért lehetséges, hogy csak arról van szó, hogy neki is ilyen szlovák családja van, és akkor, hogy ő is biztosan igen jól tud szlovákul, de ezért tud magyarul is. Legtöbbször erről van szó. Lehetséges amúgy. Látjuk, hogyan tovább. Beszélni, hogy az milyen itt nálunk, hanem a szlovák-magyar viszonyokról itt nálunk. Szerintem ez amúgy sok embert foglalkoztathatna, mert már nem rosszból. Itt vagyunk, és vannak problémáink. Én mindig is Magyarországra kívánkoztam, hogy Magyarországon éljek, ott lakjak, ott legyen lakásom, ott legyen állásom. Amúgy ez egy nagyon érdekes dolog, amit a lány mond, hogy mindig is Magyarországra vágyott, hogy ott legyen lakása, ott, hogy lényegében az életét ott élje le. És amúgy, ha észreveszed, neked is biztos nagyon sok ismerősöd van, akik szintén, hogy itt nőttek fel, és mégis legtöbb ugye Pesten él, vagy Magyarországon él. Mert nekem például igen. A rokonságban is van, nagyon sok ismerősöm olyan, hogy valahogy, mintha nem találta volna meg itt magát, önmagát, és úgy egyszerűen kiment Pestre élni. És a mai napig ott vannak. Igen, szerintem nálunk hatalmas ugródeszkát jelent ez az érettségi utáni időszak, hogy mehetsz tovább tanulni Pestre. Igen. Mert tőlünk sokan akkor mentek el, és szerintem, aki kimegy Pestre tanulni, az már főleg ott is tervez élni. Szerintem is, úgyhogy nagyon sokan amúgy nem is az van, hogy asszimilálódnak, az is nagyon sok van, de hogy nagyon sok felvidéki magyar egyszer elköltözik Magyarországra, mert ott... Te miért költöznél el Magyarországra? Vagy elköltöznél, ha már itt tartunk? Én amúgy látom esélyét annak, hogy így valaha, hogy Magyarországra költöznék, mert valahányszor megyek oda, olyan otthonos hangulat kerülget, hogy minden magyarul van, mindenki hát nem tudom, hogy kedvesebbe, de megértem, amit mondanak. A káromkodást is. Nem tudom. Úgyhogy én el tudnám képzelni magam, hogy ott élnék, de nem fogok elköltözni, mert mindenki, akit ismerek, az itt van. Úgyhogy... Viszont az is amúgy érdekes dolog szerintem, hogy akkor itt a nyelv miatt, nem? Sokan, hogy a nyelv miatt, hogy otthonosabban érezzék magukat, úgymond, hogy a saját anyanyelveden beszélhess, nem, ha kimész a utcára, gondolom elmész postára, az üzletbe, és akkor szerintem ez is egy olyan dolog, igen. Ami miatt vágynak az emberek Magyarországra. Jó, a szerdahelyek nem nagyon, mert ott bemész mindenhova, mindenhova vagy alapjáraton magyarul kérsz, nem? Egyenlőre. Igen, egyenlőre. Hogy jól állítottam meg a csajszi fejét, ez minden. Ez a szlovákiai magyar arc. Nagyon jó.
még mindig álmodozom. Lehetséges, hogy majd meg fog történni, hogy elköltözök Magyarországra, még nem tudom pontosan, hogy mi lesz a jövőben, de ezen még nem is szeretnék gondolkodni szerintem most, ebben a pillanatban. De most szeretnék arról beszélni, hogy milyen itt élni. Igazából, hát vannak olyan emberek, akiknek igazából tök mindegy, hogy mi magyarok vagyunk és Szlovákiában élünk, de vannak olyanok, akik nem szeretik a magyarokat itt felvidéken. És abban a városban, ahol élek, ott eléggé elszlovákosodott a nép, és régebben nagyon sok magyar volt itt, nagyon sokan jártak magyar iskolába, de egyre kevesebb gyereket iratnak be oda, és szerintem ez azért elég nagy probléma. Mert vannak olyan háztartások, ahol nagyon sok a magyar, sőt, magyar az egész család, de a szülők valamilyen hülye oknál fogva beiratják őket szlovák iskolába. Nagyon jól állítjuk meg a lánynak az arcát. Amúgy tökre, így amiről beszél, az arcán is nagyon, ugye ezek a... mint amit most megállt. Igen, ő beleéli magát ebbe. Tehát a mimikája mindent elárul amúgy, amiről beszél és amit érez. Hát igen, és neked van tippet, hogy melyik városban lehet ez a elszlovákosodott? Hát tudom. Igazából az összes város nagyjából, ami nem Komárom, Szerdahely. Hát még Somorja is még talán, nem? Hát ott már nagyon-nagyon el van szlovákosodva. Hát város, hát igazából nagyon sok Szent Pozsony, hát Pozsonyban már igazából nincsenek is úgy nagyon magyarok, kevés van. Hát még Galantát is hozzátenném. Szerintem ott is. Sok szlovák van. Úgyhogy hát már meg lehet, hogy fog róla beszélni, kíváncsi vagyok, hogy ez majd melyik város lesz, de ugye hát minél közelebb a határhoz, ugye annál természetesen annál több ugye a magyar, és annál jobban megmaradt ez a ugye a szülők is ugye a magyar iskolába iratják, de amúgy igaza van, és a hülye ok amúgy az nem, hogy hülye oknál fogva, mert tudjuk az okot, igazából több ok is van, az egyik az, hogy könnyebben érvényesüljön a jövőben. Tehát hogy ez az egyértelmű, az, ami miatt nekik lehet, hogy egy nagy, nem tudom, fájdalom volt, vagy nem akarják azt, hogy majd nekik például, hogy nehezebb volt beszélni azon a nyelven szlovákul, vagy nem tudnak úgy beszélni szlovákul, vagy bármi ilyesmi, vagy egyszerűen van egy rossz élményük, és akkor emiatt, hogy jaj, a gyerekemnek ne legyen ilyen, könnyebb legyen neki, beiratják szlovákba. Ez a fő ok szerintem. Igen, de hogy én úgy veszem észre, hogy sokaknak jó tapasztalata van azután, hogy szlovák iskolába jártok, hogy rendesen vannak, akik megvédik ezt a érvet, mert hogy azután, hogy megtanultak szlovákul rendesen. Igen, nekem igazából ezzel nincs bajom amúgy, hogyha valaki... Tehát, hogy nem az a fontos, hogy milyen iskolába jársz, hanem úgyis a tanárok, egyes tanárok a meghatározóak. Viszont nekem az nagy fájdalmam, amikor van két szülő, akár legyen két magyar vagy kevert család, és nem tanítják meg magyarul a gyermeket. Tehát, hogy amikor a mai világban egy akkora előny az, hogyha minél több nyelven beszélsz, és mégis az van, hogy egyszerűen valamilyen oknál fogva, na ezt az okot nem tudom megérteni, hogy mi miatt nem tanítják meg, mert ha belegondolsz, mire felnől, mondjuk eléri ezt a 15 évet, akkor már azért három nyelven tud beszélni egy gyermek. Hát, igen. Magyarul, szlovákul és angolul jobb esetben. Hát jó, de azt veszed, mint hogy te, hogy tudsz szlovákul Szlovákiába, miért lenne az neked motiváló, hogy megtanulj magyarul is? Mert már úgy azon kívül, hogy esetleg mondjuk a családtagjaiddal, hogy tudsz beszélni, akik mondjuk nem tudnak szlovákul, azon kívül egy más jó dolog nem származik neked abból. Hát de azért ez elég fontos szerintem, hogyha van egy nagymamád, nagypapád, és ők nem beszélik a államnyelvet, mert azért nagyon sok helyen van még így, hogy tudjál vele beszélni, nem tudom. De amúgy ez nem a gyereknek kellene, hanem ezt a szülőnek kellene, tehát hogy a szülőnél van valami probléma agyban, hogy ezt úgy nem lépik meg. Meg most így, majd hogyha egyszer kitérünk erre, akár most a munka, tehát rengeteg olyan munkahely van, ahova például szlovák-magyar nyelvtudással vesznek fel. Tehát hogy ez ilyen, szintén egy kicsit ilyen plusz előny, azt mondom, hogy ott van az, hogyha magyarul is tudsz, valamivel több munka lehetőséged is van. Ez olyan, mint hogyha tudsz például plusz angolul, és mondjuk plusz németül. Tehát mindig, én azt mondom, hogyha tudsz mindig egy plusz nyelvet, az több ajtót kinyit előtted. Ez mondjuk így van. Úgyhogy már csak
ezért is. Meg hát főleg úgy, hogy nem úgy tanulja meg a gyermek szerintem ezt a, például, hogyha a magyar nyelvről beszélünk, hogyha szlovák iskolába jár, hogy a nulláról könyvekből kell, hanem a szülők, vagy az egyik szülő magyar szóval abszolút meg tudja azt a szép magyar beszédet tanulni, amit hogyha elmegy bárhova, akkor mindenkivel megérteti magát. Mondjuk mi se tanultuk meg a szép magyar beszédet. Jó, de ha nagyon akarunk, akkor tudunk szépen magyarul beszélni. Igen, tudunk affektálni. Oh, nagyon szépek ezek a szavak. Jó, ez már csak a környezet az, hogy milyen környezetben vagy, akkor úgy azt a beszédet ahhoz igazítod majd szerintem. Igen. És vannak azok a szlovákok, ezt tapasztalatból tudom mondani, akik nem szeretik ugyebár a magyarokat, és például velem is megtörtént egy olyan eset még régebben, hogy sétáltam az utcán két haverommal, beszélgettünk magyarul, és pedig oda szóltak, hogy na szlovenszki, po szlovenszki. Szóval Szlovákiában szlovákul beszéljünk. És hát az egyik haverom... Na ez velem is előfordult már. Velem is volt már, nem egyszer, nem kétszer. Hát, ez mindig olyan, hogy ki milyen nevelést kapott otthon, szerintem. Hát igen. Nálunk például úgy volt, hogy nem nekem, hanem egy osztálytársnőmnek szóltak be, így vonaton voltunk osztálykiránduláson, és akkor ő meg visszamondta, így szlovákul elmagyarázta neki, hogy na és hogyha egy ideg, hogyha valaki angolul beszélne, vagy németül, az nem lenne gond? Hogy csak az én magyarokkal van gondja Szlovákiában? Mert hát az angolok meg a németek se beszélnek szlovákul. És mit mondott erre? Hát aztán úgy elhallgatott a bácsi. Ez bácsi volt? Igen. Oh. De hogy nem is értem, tehát ilyen bácsi... Mert még ha azt mondom, hogy fiatal, valamilyen fiatal mit ugrász mondja, akkor tudod, ő még olyan... Megértem. Nem egy tínédzser, vagy valami, hogy... Én mondjuk pont, hogy azt értem meg, hogyha idősebb, mert hát ők étek abba elnyomottabb időkben, amikor ez ilyen nagyobb felfogás volt, hogy a magyar ellenesség, meg minden. Ami... És pont ezért a ő részükről én meg nem értem meg, mert ők megélték a kommunista rendszert, hogy milyen elnyomás volt, és most, hogy lényegében már nem kommunista rendszerben élünk, csak negyedig, félig, de hogy nagyobb szabadság van, és pont ez a nagyobb szabadság miatt kellene azt, hogy örüljön ő is, hogy úgymond demokráciában vagyunk, és akkor... Ő szerintem ott maradt abban a elnyomásban, és még ő azt hiszi, hogy még ott vagyunk, ott tartunk, vagy nem tudom. És miért érted meg a fiatalokat akkor? Hát mert ők, tudod, olyan, ez olyan, hogy kell valami ok, és ez egy jó ok, hogyha hall valakit magyarul beszélni, mert a tinédzsereknek valamiben bele kell kötni. Tehát, hogy szerintem ők még olyan ok nem. Tehát én is éreztem magamon, hogy menőzni akartam, vagy bármi, és akkor nekik ez egy ilyen jó lehetőség, hogy szlovákén szlovákul beszól, tudod, és akkor nem tudom. Ők olyan lázadóak, tudod? És akkor lázadnak például ellenünk. Szerint. Pedig én reménykedtem benne, hogy a új generáció egy kicsit ilyen elfogadóbb lesz. Amúgy szerintem elfogadóbb. Viszont vannak olyanok, akik igazából mutatják neked a szemedbe, hogy elfogadóbbak, de aztán a háttérbe nem igazán. Valahogy én nekem sokszor ez az érzésem van, például ha csak így a környezetemből indulok ki. Most egy olyan volt, hogy nem hagyta magát, és ez visszaszólt, hogy hát azért, hogy na, gyerekek, na, persze szlovákul. És ez azért... Ez szólt a jó érv. Ez nagyon jó visszaszólt, hogy hát gyerekek, hát na. Elég gáz, hogy az ember nem beszélhet olyan nyelven, ahogy akar abban az országban, ahol él. Most elkezdett például magyarázni a kínaiaknak, vagy a turistáknak, hogy ne beszéljenek azon a nyelven, ami a anyanyelvük. Például bemész a kínai boltba, vagy a kínai étterembe, és te most rászólsz a kínaiakra, hogy ne beszéljél már kínaiul. Ne beszélj az anyanyelvedet. Ez nem normális szerintem. Te nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem ez hülyeség. És amúgy hol van az előírva, hogy a minden országban az ország nyelvén, mármint az ország anyanyelvén kell megszólalnod? Ha te például elmész turistaként
Én tudjam, Pozsonyba. Hát akkor nehogy már azon a nyelven kell megszólni. Jó példa, messze mentünk. De utazó van, és én például itt élek. Nekünk alapból tudnunk kell a szlovák nyelvet beszélni, megérteni úgy anyanyelvi szinten kéne, de... Szerinted amúgy a szlovákok, akik például nem tudnak egy kukkot magyarul, honnét tudják, hogy magyarul beszélünk? Hát azért azt tudják, hogy milyen a hangzása biztos. Igen? Meg azért lehet, hogy ilyen magyaros szavakot, így néhányat lehet ismernek. Én sokszor ezen gondolkodtam, hogy mikor én járok szintén, hogy a lány mondja, hogy turistaként elmész valahova, vajon honnét tudják, hogy milyen nyelven beszélsz? Mert van olyan például, én nem tudnám megkülönböztetni amúgy a spanyolt a portugáltól. Hát jó, de meg tudod különböztetni angolt a némettől. Hát jó, azt meg tudod, de azért, mert tudom a angol szavakat, meg a német szavakat is. Hát igen, de hát azért... Jó, mondjuk igaz. Románul az azért mégse értünk, mégis tudjuk, hogyha valaki úgy beszél. Igen, te tudod? Hát úgy tudom, hogy nem magyar és nem szlovák, akkor lehet, hogy az lesz harmadik. Vagy csak halandzsázik, és nem értem. Akkor minden tudsz, ezek után nem angol, nem német, nem magyar, nem szlovák. Román! Románul beszél! Ez jó logika! Tetszik! Akkor is szerintem úgy beszéljünk, ahogy akarunk egymás között. Már nem rossz volt, de ezen a helyen, ahol mi élünk, ez a felvidék, ugyebár itt régen magyarok éltek, ugye? Trianon. Magyarok éltek itt, nem? Ja, das ist gut, itt élni magyar! Ja, itt élni magyar! Egyáltalán nem értem, hogy a... Amúgy szórakoztató, csinálja meg egy kicsit, ne? Igen. Jó. Nekünk is kellene, hol a Magyarország térképet? Ja, itt élni magyar! Te is kapd. Jó, tehát, hogy nagyon szépen beszélsz magyarul. Én is szlovák származású vagyok, de már elég régóta Magyarországon élek, és ezért nehezen beszélek szlovákul. Amikor megyek akárhol a Szlovákiába, és elkezdek magyar beszélni, mindig furán és megvetően néz rám a legtöbb ember. A szemorvos is egyszer megkérdezte anyukám a szlovákul, hogy milyen dolog az, hogy nem tudok szlovákul, ami szerintem nem normális. Egyébként nagyon szépen beszéled a magyart, és nem mondanám meg magamtól, hogy felvidéki vagy, bár hát azért, mert hozzászoktam. Hát azért én hallom rajta, hogy... Igen. De szerintem magunkon is amúgy, vagy valaki meghallgat minket, akkor ugyanúgy hallják, hogy egy kicsit olyan érdekes. Hát igen, nyilván ilyen más dialektust használunk. De amúgy érdekes, hogy rögtön első két komment az, hogy milyen szépen beszélsz magyarul. Köszönöm, szlovákiai magyar vagyok. Illik tudnom. Meg itt annyira aranyos a tájszólásod. Ölt fel még a lány videókat? 563 feliratkozó, tart valafelé. De nem, 5 videója van összesen. 5 évvel ezelőtt a legutolsó. És hogy hát. Elkezdte, és be is fejezte a karriert. Hát de nézek, 17 000 megtekintése van azért, hát az már valami. 5 év alatt, lehet, hogy 5 év alatt ezen is 25 millió lesz. Porque te estaba la paellera agarrada entre metí entre las piedras de Chipiona, de Faro.